Több óvodával és iskolával is együttműködésben valósította meg a Gyulai Rendezvény Szervező Kft. Azt a pályázatot, melynek keretében egy kis múlt barangolásra nyílt lehetőség a gyerekekkel. A kézműves foglalkozásokon a résztvevő óvodások és kisiskolások ellátogattak a várba, ahol korabeli sisakokat és fejdíszeket készíthettek. A Boldog Apor Vilmos óvoda gyermekei által készített alkotásokból összeállított kiállítást Németh Csaba, a projektkoordinátora nyitotta meg. A pályázat keretében természetesen nem csak kézművességre volt lehetősége a gyerekeknek. A gyermekeket a várba várjuk különböző foglalkozásokra, ezek között van ilyen agyagozás, népi mesterségeket bemutató rész, vannak hagyományőrző jellegű foglalkozásaink, illetve hát magának a várnak a történetével is próbáljuk nyilván korosztályfüggően megismertetni a gyermekeket. Az Apor Vilmos óvoda gyermekei 3 alkalommal vettek részt a foglalkozásokon, az ezeken készült alkotások kerültek kiállításra az intézményben. A pályázat segítségével a legkisebbek már egész korán olyan ismeretek birtokába juthattak, melyek segítenek a közvetlen környezetük történelmének megismerésében. Persze az óvodák mellett az iskolákban már egy magasabb szintű ismeretanyagot kaphattak a diákok. Párhuzamosan ment a Törökzugi óvodába, ugyanakkor nyilván egész más szinten a katolikus gimnáziumban a gimnazistáknak helytörténeti szakkört tartottunk, illetve általános iskolásokat pedig egy honfoglaláskor életmódtáborban van alkalmunk elvinni, erre majd augusztusba kerül sor, viszonylag távol Gyulától, egy szép környezetbe, Aktelek mellett, Gömörszöllős nevű községben. Németh Csaba a kiállítás megnyitón bejelentette, a programnak lesz folytatása, hiszen már a jövő tanév elején várják ismét az óvodásokat és a kisiskolásokat.